Én Szalai László Budapestről író. A legújabb könyvedet szeretnéd most bemutatni. Egy elképzelt történet. Innentől kezdve azt hiszem nem olyan sok kérdésünk van, ő saját maga bemutatja majd saját magát. Elég sok mindent csinálok. Úgy kezdődött, hogy megszülettem, és az édesapám az egy műszaki ember, egy mérnök, szigorúan racionális gondolkodású, az édesanyám meg egy művész lélek. Az édesapámnak találmányai voltak, de soha az égvilágon nem kapott érte semmit, mert vagy ellopták, vagy eleve már olyan volt a találmány, hogy nem szabad volt róla beszélni, most ezt nem részletezem. Az édesanyám meg 82 éves korában még Chopin-t, Mozart-ot zongorázott egyből, de úgy, hogy lehetett élvezni is soha. Na most én bennem ez a két dolog úgy, ahogy ők a házasságba összeveszett, az egyik felé húztam, a másik felé, és a végén úgy abban maradtam ott az odafentiekkel, hogy technikatanárként kezdek, kémia tanszékre fölvettek, és egy évet ott tanultam, szóval mindent csináltam. És akkor tudni kell, hogy itt Szegeden jártál egy. Igen, itt kezdtem, és megszöktem otthonról, mert akkor már nem volt család, akkor megérkeztem valahova a én új hazámba. És azért mondom el, mert most sikerült egy lakást kinéznem, és valószínűleg ide fogunk költözni. 40 év szenvedés után Budapestre, a feleségemet itt ismertem meg, elmentünk Budapestre, hogy tudjunk valahogy munkát találni, és most visszajövünk, mert úgy tudom, hogy... Na, röviden... Következő könyvben mutatod, és itt tartjuk. Röviden magamról ennyi. A 63 éves vagyok, egy mesekönyvet írtam 15 évvel ezelőtt. Az is megjelent a második kiadásban, azt most nincs itt. De tulajdonképpen 6 éve kezdtem el rendszeresen írni, úgyhogy minden nap egy verset azóta is. Számol gyerekek, számoltam. Kérünk egy ízelítőt, egy verset. Ezt egy kolléganőm halálára írtam. Magadat szétszórtad. Magadat szétszórtad, adtad csillagoknak. Mikor eljött érted az angyali hívást, nem mondtad, miért én, és miért nem valaki más. Mosollyal jöttél, és mosollyal mentél. Magadnak-e fényből utat építettél. Nem voltál se jó, se rossz, de mindig törekedtél, hogy elérd azt, amit magadnak s másodnak reméltél. Otthont, meleget, békét teremtettél, fénylő erővé váltál most, hogy messze mentél. Szép ez a sírves, de milyen fura a szó. Lelked égbe, tested a maga helyére kért elnyugvó szállás. Senki nem sírt, hogy fették a sírt. Véletlen egyezik hát a két szó, sírást hal kis sírt ás. Sírod felett, a sírás elmarad. Mosolyára szép, egy kiáltás. Vigyázz ránk ott is, hol a lelkek egyé válnak, hol sorsod, léted megszűn. Én ott leszek majd, tisztán látlak. Nem szólítlak, hiszen már nem vagy. Megbeszéltük jó előre, végleg megszűnsz és örökre. Lelked vándorlása örök, szédül szabály, mely alól ma felmentél, kiváltságot kaptál. Hűszáz ízen csikordul a kavics, eszembe jut egy régi vicc. Vasorú bában, mágneses viharban. Nevetek egy ásszal szemben, egymagamban. Velem kacagsz, még lassan emelkedsz a széllel. A hideg felhőkön áthaladt. Gyönyörű robbanás, széthulló szivárvány. Befogadott a csend, s Margit sehol sincs már. Kérlek esténként üzenj majd, mikor nincs fenn már senki más. Könnyebb írnod verset vagy prózát?
Ezt a könyvet 3 évig írtam, egy verset megírok 5 perc alatt, aztán 2 évig javítgatom, de néha belenézek. Tehát a vers az gyorsan, meg novellát szerettem írni, de azok nem lettek olyan jók, mert mindig azt mondtam, hogy gyorsan, szeretek megcsinálni valamit, azt ott lenni. Ez egy ritka pillanat, amikor nekiesek ilyesminek. Ezt a könyvet ezt egy hónap alatt írtam. Ez 80-szor 10 verszak volt. De 7 hónapig javítottuk, tehát megcsinálom hamar. Ezt is nagyon sokszor néztem át. 3 évig írtam, és a franc vigyel, hogy mint a háziasszony, aki megcsinálja az ebédet, és 2 napig dolgozik, és a család megeszik 1/4 óra alatt. Másfél-két órát elolvassák. Én 3 évig csináltam. De megvan a második rész, nem lett olyan jó. Tulajdonképpen én a szakdolgozatomat, a szociológiát mértem, egy-két ügyességet megtanultam, könyvtáros is vagyok, meg informatika tanár, de azt nem végeztem el, mert mindig összevettem a tanáraimmal, és mindig kirúgtak. De egy 18 évig tanítottam informatikát elsőtől 8-ig, ami Guinness rekord, mert teljesen törvényellenes volt, és ahol jött egy ellenőrzés, az igazgató kirakott, és akkor keresem egy másik helyet, ahol befogadtak. Viszont a szakdolgozatom a pszichológiából az internet ügyőségben írtam. És mivel egy informatika tanárként szakköröket vezettem, tehát van egy kis rálátásom, hogy mit csinál a gyerek. És körülbelül ez ihlette ezt a dolgot. Persze az a környezet, ahol én forogtam, meg én, engem is elkapott a függőség. Tehát én gyűjtöttem számítógép programokat, zenéket, őrület volt. Most már talán leszoktam róla, mert megvan ez a másik mániám, hogy írok mindig. És most már egy 1000 fő csoportot vezetünk egy éve az interneten. Van egy külön, igen. Alkotó ez a neve a csoportunknak, és oda várom mindenféle amatőr munkákat, és akkor egy másik helyre átválogatjuk egy folyóirat jelleggel, amit úgy érzünk, hogy jobban. Van egy állandó szerzőtársa. Tulajdonképpen ez is úgy kezdődött, hogy föltettem az internetre, hogy ő mindig mondja el egy részről a véleményét, majd beszélek róla mindjárt, és azonnal szólt a 3. vagy 4. rész, hogy menjen le meg beszélőre, és el fogja fogni. Én remélem, hogy igazat mondott. Ő nagyon ért az irodalomhoz, fantasztikus egy ember. Az interneten, ha valaki eljön az alkotó csoportunkba, ott megvan egy könyvbemutató 20 perc, ahol elmondjuk ezt az egész történetet. Ez az első kötetünk közös. Ez egy internetes ismerettség, egy karaoke oldalon ismertük meg egymást, és tulajdonképpen nem is nagyon láttuk egymást. Ez a karaoke közösség az olyan volt, hogy rá lehetett énekelni zenei alapra, aztán a másik városban 200 km alé valaki hozzáénekelt, és akkor duettek, meg ilyesmik születek. Nagyon sokára volt az, hogy találkoztunk. Gyakorlatilag ez egy ilyen virtuális kapcsolat, amiről ugye azt mondjuk, hogy ez egy beteges dolog az internet. Én nem hinném azt, hogy mikor van az 1000 ember körül 600 olyan nyugdíjas, idős ember, aki egyedül van valami vidéki faluban, vagy a külföldön, és ez az egyetlen kapcsolat a világgal, hogy erre azt mondja, hogy ez a sátán műve, szóval ezt felejtsük el, mert mindenki ezzel jön. Na, mi így ismertük meg egymást, aztán megszűnt ez a karaoke oldal, és akkor a Facebook jött, és akkor körülbelül 6 éve vagyunk. A lélekfogódó az tulajdonképpen egy hasonló csoportból jött, ezt adta neki címnek, hogy alkotótábor, szófogadó hangadóknak. Igen. És akkor én írtam verset, ott írtogattak verseket, még ez a karaoke oldal, hogy... Pásztorka Szilvia, az interneten fő van. Ki a Sztorka? Kihagy belőle egy pár betűt, akkor Sztorka Vilma. Pásztorka Szilvia. És akkor sajnos én nem tudtam ilyen okos nevet kitalálni, ez a ne találgass, ki vagyok ebből. Ebből adódik, igen. Neved mellett hogy ne talál. Igen. Na, szóval írtam egy verset, föltettem, és már jelezte a Via, hogy jó közök. Tehát nem akartam mondani, én meg marhasokat elkezdtem írni, ez a naponta. Mondta, hogy de csináljam, és akkor valóban felolvashatok egy szegedit? Persze. Már hogy a szegedi kötődést kérdezték, csak valamit írnunk kellett, hogy szegedi kötődés, hogy ide jöhessek. Szóval kitaláltam valamit, hogy ide költözünk, és egy hete a feleségem között, hogy mindenképpen ide fogunk költözni. Boszorkány sziget. Tűzparipák, füstbeszálló vattánc, fájdalmas búcsún, zord emlékének, Boszorkány sziget rab szellemének, émesét mond a Tisza parti sánc.
húségető szörnyként izzó faháncs. Eszét vesztett halálsikóik félnek, emlékképet von róluk az ének, száradt hamis bírák arcára ránc. Meg annyi mocskos gyáva számítás, vaksorsként számláik, mint kiadva kieszelt halál, törvényámítás. Égzengés villámként riadva vérfagyasztó forró kiáltás, reményt vesztett álmai vadhadat. Sajnos olvastam egy szakdolgozat tanulmányt, hogy mi volt ez a Oszlopfelszigeti, de nem tudom biztosítani. Ez egy leszámolás volt egy-két emberrel, aki mellesleg kellett néhány áldozatot. Voltál egy írótáborban. Igen. Arról mesélj nekünk. Voltál-e valami olyat, amit mi is hasznosíthatunk? Valami olyan dolgot? Nem tudom, mert ez is egy nagyon jó közösségnek látom. És ott is találtam egy nagyon jó közösséget. Hihetetlen, hogy az országban mennyi ilyen. Hódmezővásárhelyen 47-ben 240 olvasókörnek vették el a vagyonát. És tiltották be ezt. Tudja valaki? És az csak egy város. Ha megölik ezeket a kezdeményezéseket, akkor meghal az élet. Szóval én nekem ez nagyon tetszett, Kecskeméten is voltam. Ott nyertem egy pályázatot, egy országos pályázatot egy verssel, Kecskemétéknél a Tóvészetűt alapítvány, és nagyon örültem neki, hogy szinte befogadtak. Tehát amikor oda megyek látogatni, akkor olyan, mintha hazamennék. És ugyanígy, amikor jöttem. Hát igen, csak tudod, ez az amatőr szó az olyan dehonestáló jelentésbe ment át. Valamiért, és az országban mindenütt tapasztaltuk, hogy olyan lekezelő módon bántak velünk. Megírták a recenziót, a könyvtárellátó megírta a recenziót, és nagyon aranyos dolgokat mondtuk, és akit érdekelnek a másodvonalbeli költők, azok szóval. Ezt a szót nem nagyon hallottam. Mindenki elkezdte, valahol mindenki amatőr volt. Na de egy karaoke klubban járom, most már évek óta. Az X-faktorhoz képest nulla. Tehát az, amit az X-faktor fölhoz egy hivatalos tehetségkutatóban, hát ott van egyeste három olyan tehetség, hogy ötször jobb, mint a amatőr. Szóval nekem egy probléma van, hogy mihez viszonyítjuk az amatőrséget. Mondjuk Parti Nagyőrös is egy amatőr költő. Nem szakmája, bocsánat. Azt mondjam, hogy az megint más, hogy milyen színvonalon ír. Két nyugdíjas házat tartottunk így előadásra, felolvasást most az elmúlt két napban, és ott elmondtam, mert ott szintén előjöttek ezek a dolgok. Én elolvastam a, nem tudom, mert diszlexiás voltam, és amikor végre megtanultam olvasni gimnázium érettségi után, akkor az első volt, hogy elővettem a Lukács György esztetikus sajátosságot. Van, aki elolvasta? Két ekkora kötet. Hogy mi a művészet? Nem hallottam. Akkor részvétel. Szóval elképesztő. Elképesztő művészet. És akkor én azt mondtam valamikor sokkal később, hogy művészet az, ami onnan jön. Ez kérdés. Ha nem onnan jön, akkor hagyjuk. Igen, de sikert is beszélni lehet oldalakon keresztül is. Te. Ha nem onnan jön, majd erről meg ha beszélünk valahogy. Kezdem. De hát ezt meghoztam és el lehet olvasni. Azt tudom mondani, hogy izgalmas, talán izgalmas valami. Most én olvasom, mert nem értem meg, három éve is beleolvastam. Én úgy írok, hogy nem tervezem meg, nem tudom, mi lesz a következő mondat sose. És én is meglepődtem. És másnap megnyilvánulok, és nem gondolkodom, hogy ez meg. Csak amikor... És gondolkodom, hogy ezt kiírta azt. Azt nem, csak hogy... Hát hogy honnan jön, azt meg tudom, ezt mondom. Mert én nem hinném azt, hogy én ilyet meg tudok írni. Hát nem létezik, ez nem én vagyok. Mert elhatároztam, hogy be akarok futni, és profi, meg akarok élni ebből. És meg fogom csinálni, mert 6 éve minden nap ezért írok egy verset. Ebből nem fogsz megírni. Ebből érzem. Ezt a könyvemet árulják már 30 könyvet voltam Magyarországon. Mert ha az ember valamit elhatárol, és ő azt akarja, és nem adja föl, hát az mi kell ehhez? Kell egy marhanagy sorgalom, az megvan. Akkor kell ez, amit mondtam. Egy tehetség. Hát, hogy mondjam, ez egy csugalat, vagy mi? És kell szerencsét. Szerelmek tűrni, hajnalunk, élünk, tudálunk, meghalunk, se voltál hiba,
Válasszak oldott gyakor, fényé mámor rá, szél bordol fölfe. Válasszak szóljon már, ég felé nem felül, felvétett szárnyakkal, ne küzdjek semmivé hulló csillagokkal. Hidd gyerek, hordjalak, fogam közt kóvjalak, gyermekét vadállak, kértéssel tartsalak, nem vagy már nem látnak, akárhol keresnek, nem felel szavaim, magányá festnek. Szóval ebben tematikusan van egyszer egyrészt az, amit én tapasztaltam a tartóulaton kapcsán, meg a gyerekek kapcsán. Két fiatal ismerkedik a cseten, ezen az azonnali üzenetküldőn, megismerkedik egymással, sose látják egymást, megbeszélik, hogy nem lettek egymásban sose szerelmesek, nem mondanak el magukról konkrét dolgokat, meg lesz ez a távolságtartás, egy lelki kapcsolat lesz. És akkor ez a lány egyszer csak kíváncsi lesz a fiúra, de belemennek egy ilyen kérdés-felelet játékba, és akkor a lány, hogy csak kötődik a fiúhoz érzelmileg, aztán kiderül később, hogy a fiú és a lányhoz nagy szerelem lesz belőle, de már nem a földi világban, hanem bekerülnek egy számítógépjátékba, mert a lány kéri, hogy hagyd menjen oda, ahol a fiú egész nap játszik. És ezek ilyen nemzetközi játékok, ezt tudni kell, mert ezt ki fog derülni a könyvből, ahol kell olvassa, ahol sok-sok gyerek, meg felnőtt van fönt, Alaszkától kezdve egészen Japánig, Oroszországig éjjel-nappal játszanak. A tapasztalatom például, hogy mentem korepetálni 8-os fiút, és amíg én korepetáltam, beküldte a fatert egy pieton nagyságú ember, olyan a szakállas, hogyha ránéznek a mellégüknek az. És az bement a gyereket helyettesíteni a számítógépjátékban, mert nem tudott kihagyni egy órát. Tehát amíg a matekoztam a gyerekkel, a papát bezavarta, mert csak apu volt hajlandó vele leülni matekozni, a játszik a pater helyette. Na, ezt a szerzőtársa Anita ott azon a bizonyos karakszoldalon, és akkor megnegyesítettem. Vagy, de nem tudjuk már, lehet, hogy ő itt a dolog, mert beszéltük róla, nem emlékszünk. Szállj le, kis madár! Házra kertje vége már, szárnyad beteg nem repít, helyezkedj el így. Beszűkült a láthatár, itt nyugalom béke vár, magod mindig megkapod, folytasd háttal úgy. Milyen szép az éneked, miért nézed a kékeget, ahogy dalod hallgatom, úgy nő bánatom. Szállj szívemre, kis madár, egyé válik két halál, megteremt egy életet, így beszálló éneket. Így beszálló éneket.